Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát igaz, hogy januárnak a vége fele járunk, 28-a, Aquinói Szent Tamásnak az ünnepe. Régen ezt márciusban ünnepeltük, 1969-ben kalendárium rendezés volt a II. Vatikán zsinat után, és akkor Aquinói Szent Tamásnak az ünnepét áttették január 28-ára, mert a szentiavatásakor a 13. század végén ekkor emelték ki a földi maradványait és helyezték el Toulouse-ban. Egy ciszter kolostorban halt meg előadásai közben, tulajdonképpen nem is hosszan élt. Ma nem tudom elképzelni, hogy ezek a szentek és tudósok a maguk idejében hogy tudták azt a rengeteg bölcsességet leírni, és könyvekben, hát kézírással elkészíteni, hiszen ez még a kódex írásnak a kora, könyvköteteket tudtak írni, és végeredményben még 60 évet se élt meg Aquinói Tamás. Hát az ő ünnepe van ma, és túljutottunk pálfordulón, és hát a népi meteorológia az beválik, ugye, február 2-át is szokták emlegetni, de pálfordulása az első ilyen fordulópont, odáig meleg volt, akkor hirtelnyibe beköszönt a tél, hogy igaza legyen a régi magyar bölcsességnek, a kutya nem eszi meg a telet, tehát most falatozik. Mi pedig bebújunk a melegre. Tehát szerettem volna én az év elejét nem is annyira boldog új évvel kezdeni, hanem egy évvel ezelőtt, illetve nem is egészen egy évvel ezelőtt, arra vállalkoztam, hogy a hit évében valamiképpen a hitben, amit valaha csinálhattam évtizedeken keresztül, ezt szeretném folytatni, hitoktatást, a hit igazságainak a továbbadását. Persze csak kiragadva innen is, onnan is, amonnan is, tehát olyan ez, mint amikor az ember a mezőn virágot szed, ebből is, abból is, amit hát gyermekkorában a kirándulás végén édesanyjának vitt haza. Én szeretnék ilyen csokrot átadni alkalmakként gondolatokból, tehát tulajdonképpen nem egy bizonyos virágból, hanem különféle virágokból, az igazságoknak a virágaiból szedem ezt össze. És hát miután ebben az esztendőben ez az első alkalom, igen, hát valamiképpen ugye az új év gondolataival kívántam és kívánom kezdeni ezt az első találkozónkat. Sajnos én magam sem vettem részt, ugye most már sok mindent bizonyos megfontolással csinálok, nem kell, de hát azért tudatosan teszem, amit teszek. Tehát a szilveszteri óáldáson az idén nem vettem részt, de elég hosszúra nyúló papi életemben mindig élmény volt számomra minden nap, és minden vasárnap is, és minden ünnepnap is, és minden szilveszter is. És vannak énekek, amik évente egyszer kerültek, mindig csak elő, de azért az én jó híveim jól tudták, és valamiképpen mindenki várt rá, amikor elénekeltük, hogy Isten ki az időnek határát kimérted, és ebben az énekben van, hogy örök bölcsességeddel sorsunkat intézed. Igen, ez az első gondolat volt. Engem tulajdonképpen
már egész papi életemben nagyon-nagyon zavar, bizonyos értelemben a szilveszter és az új év napja. Azt még diákkoromban, gyerekkoromban, ugye, hiszen 24 januárjában születtem, nem nagyon messze az első világháború végétől, és hát nagyapám, édesapám elbeszéléseiből, még az első világháborúról hallottam, nagyapám elbeszéléséből, még a bosznia-hercegovinai okupációról hallottam, hát ő csak vártüzér volt, és a hátországban szolgált 6 éven keresztül, akkor annyi ideig tartott még a fiatal emberek számára a katonaság. Az én gyerekkoromban még 3 évig kellett katonáskodni. Aztán a közelmúltban már kitalálták, hogy egyáltalán nem kell katonáskodni, ahol a magyar ember, ahol gatyába rázták ugye a fiatal embereket, ez elmaradt. Nincsenek is femoráliába rázva. Femorália latinul jelenti ugyanezt a szót, amit magyarul mondtam. Hát ugye, ami nagyon is hiányzik, mert amit mi kamaszkorunkban elbetyárkodtunk a 10-es éveinkben, most a 20-as életéveikben kamaszkodnak a fiatal emberek, és némelyiknél a kamaszkor átnyúlik a 30-as évek korába, amikor még mindig tanulnak egyesek. 10 éve egyetemisták, ugye? Nálunk az vicc volt, ha valaki azt mondta, hogy ő 9 év alatt végezte el a 8 gimnáziumot, tehát osztályt ismételt. Ez nem volt dicsőség. Hát ma van, aki az 5 év egyetemet 10 évig végzi, lopva apja zsebéből a pénzt, hát olyan gazdag apja van. Ugye? Tehát ma divat semmit tenni, lófrálni, tüntetni, kiabálni akkor, amikor hallgatónak kellene lenni. Hát szóval a szilveszteri rettenetes esték, ordítozások, részegeskedések eszembe juttatják, amikor gyermekkoromban hallottam, hogy a világháborúban, a roham előtt a csajkába rumot öntöttek a katonáknak, mert épp ésszel szuronyrohamot nem lehet csinálni. Hát ugyanilyen, amikor az emberek részegen mennek neki az új esztendőnek, de azért hát boldog új évet kívánnak egymásnak alkoholos mámorban. Áldom az életemnek a rendjét, hogy kispap korunkban megtanultuk azt, hogyan lehet ünnepelni a szeminárium csendjében, a Székesegyház zsolozsmájában és a szeminárium kápolnának csendjében, hogyan lehet ott szilveszterezni, és a beláthatatlan jövőbe, jól emlékszem, amikor a kulákhajsza elkezdődött, és az ávó akkor lendült a gonoszságába 1950 nyarán, akkor én a kecskeméti tanyákat jártam, kecskeméti káplánként, és egészen lehetetlen körülmények között az egyik tanyás magyar kérdezte, és mondja, mi lesz? Rám nézett az öreg ember, és azt mondta, atyám, a jövő az Úristen markában van. Ne feszegessük, mert ezt ő tartja a markában, de ott van a legjobb helyen. Tehát nem tudjuk, hogy a jövő mit hoz. De hogyha az ember ilyen hívő gondolkodással van a jövő, az Isten markában van, akkor kívánhatunk boldog új évet, de hogy ezt részegen hogy lehet kívánni, ezt soha nem tudtam fölfogni. És hogyan lehet egy évet kezdeni, ugye valamikor az irkánkba beleírtuk kisdiák korunkban, Isten nevében kezdem el. Hogyan lehet nem így elkezdeni egy új évet? Hát elkezdtük a
2014-es évet is, papírtrombiták tülkölésével, durranásokkal, egyebekkel és nagy fogyasztásokkal, ugye a hotelek mind megteltek, voltak családi jegyek, tulajdonképpen egy egyszerű embernek a havi fizetésével lehetett szilveszterezni 3-4 tagú családnak. Igen, sőt, volt olyan hely, hát az aztán már ugye kiválóbb hely, ahol 80 ezer forint volt a szilveszter mindenféle kiszolgálással. Na hát, szóval új évet kezdtünk, és ugyancsak évente egyszer került elő az ének. Ezt az éneket a reformkorban, 1842-ben egy Kovács nevű jó ember hát jegyezte fel az énekeskönyvbe, akkor jelent meg nyomtatásban. Új esztendőben, új szívekkel, dicsérjük Jézust énekekkel. Igen, nem önkívületi állapotban, nem káromkodva, dicsérjük Jézust énekekkel. És olyan szép a barokkorban, a 18. század végén a Bozóki-féle énekeskönyvben az az ének, ahol hát úgy a barokk ember, akinek hát a modora, az öltözködése, a stílusa is barokkos volt, ugye szereti úgy kezdeni az imádságot, hogy ó, ugye ez ma nem stílus, de itt még itt van, és így van, ugye. Ó, szép Jézus, légy híveidben. Tehát, mint a szent áldozással kezdeném az új évet. Ó, Mária, esedezzél értünk, édes reményünk, és a befejező sor is olyan jó, adjat kérünk, hogy ebben az új esztendőben lehessünk épek testben, lélekben. Igen, hát valahogy így szerettem volna kezdeni az új esztendőt ezeknek az énekeknek az imádságos gondolataival. A hitévét akartam folytatni, és szeretném folytatni, ha Isten éltet, a múzeumi estékkel. Most ebben, most már ugye ősz óta ezeket a havi találkozóinkat ilyen címmel rendezzük, múzeumi esték. Hét év múzeumi este. Igen, mind a kettőhöz szükség van két nagyon-nagyon emberi fogalomra. A világűrben, a világ mindenségben egyik sincs meg. Mind a kettőre nekünk embereknek van szükségünk, időre és térre. Mert a világűrben nincs tér. Föltérképezhetetlen, fölmérhetetlen. Most ugye, amióta az elektronika olyan nagyszerű lehetőségeket ad, hiszen az űrhajózás is elektronika nélkül elképzelhetetlen lett volna, mert egy űrutazást kiszámítani, ha nem tudom hány ezer ember számított volna kézzel, papíron, asztalon, éveken át számíthatta volna azt, amit a számítógépek néhány óra alatt ki tudtak számítani, és ki tudnak számítani azokat a mérhetetlen távolságokat és időket, mert rajtunk kívül, földi embereken kívül se tér, terület, se idő nincsen. Ezeket mi mérjük. Hány négyszögöl, hány kilométer, hány óra, hány nap, hány év, milyen sok év, és ez a néhány évtized, ez a soknak tűnő év is, az ember visszagondol, Uram Isten, tegnap még gyerek voltam, és csoda, hogy ma még vagyok.
Hát szóval idő és tér, és rajtunk kívül a végtelen van, és az örökké való. És akkor visszanyúlok ahhoz a forráshoz, amit nem ember talált ki, hanem amit az örökké való adott számunkra eligazításként, és akkor kiragadom belőle azt a jelenetet, ahol Mózes Sinai pusztájában menekülve a fáraó haragja elől, őrzi Jetrónak a juhait, és ott van az égő csipkebokor, amit nem tud megérteni, hogy pattogva ég, de nem ég el, és közelít, és néven szólítja őt egy hang, vedd le lábadról a sarut, mert szent hely, ahol állasz, és lerúgja a bocskorait Mózes, leborul a földre, és feladatot kap. Vissza kell térni a Egyiptomba, és azt a népet, amelyikből származott, amelyiket ott a fáraó akkor éppen üldöz erőteljesen, a fiúgyerekeket Nílusba kell folytani, hogy meg kell ölni a bábáknak, a lányok maradhatnak életbe, azok jók lesznek majd az egyiptomi férfiak számára, asszonynak is, cselédnek is, Egyiptomba kell neki visszamenni. És ki vagy? És ha oda megyek, és azt kérdezik, ki az, aki küldött téged? Mit mondjak? Mi a neved? És akkor bemutatkozik neki a hang, Jahve. Magyarra fordítva, aki van, nem volt és nem lesz. Mindig van, örökké való, nem múlt és nem jövő, örök jelen, az örökké való. És Mózes, aki már akkor addigra, hát férfi korban van, és már éveket megélt, és akkor találkozik először ezzel a fogalommal, örökké való. Igen, az örökké való. És az a nép, amelyikhez küldetése van, amelyik Isten népeként kiválasztott, és amelyik Istennek az üzenetét hordozza, és Istennek a nagy ajándékát a bűnbe esett ember számára, a célja veszett ember számára kell, hogy közvetítse. Igen, ez a nép nem meri kimondani ezt a szót. Beletold magánhangzókat, Jehova, de ezt sem meri kimondani. Két másik nevet ad inkább neki, Adonai, az Úr, vagy mint a szövetség istene, Elohim. És minden olyan héber szó, amik ezzel a két betűvel végződik, hogy El, ez mind Istenhez kötődik. Gábriel, Ráfael, Mikael, Izrael, ez mind, ennek mind értelme van, és mind Istenhez kötődik. De a Jahvét nem meri kimondani, mert ez a szó, ez szent előtt, az örökké való. Igen. Nos hát, és az örökké való Mózesnek adja a kinyilatkoztatását, és Mózes leírja 5 könyvben. És ma már nem kétséges a Pentateuchus kérdés, Mózes 5 könyvének a tudományos vizsgálata, ez a 19. század racionalistáinak, hitetlenjeinek, tudósainak minden mérlegén már túl van, és ma senki nem kételkedik Mózes 5 könyve hitelességének a szerzőségében, és ha az irodalom történetet valaki magáévá teszi, és irodalom történet tanár akar lenni,
ott ebben az egy külön fejezet, a Biblia, a Szentírás, az ókor irodalmában, mint irodalmi mű, nem kétséges a forrása, és elképzelhetetlen, hogy ez az ószövetségi Szentírás, amelyik negyedik évezrede írásban dokumentálódik, és amit, hát ez az érdekes, más könyveknél, sokkal fiatalabb könyveknél, én is, hát nem kínomban, de én is, hát kiadtam egy könyvet a millennium évére, ha már voltak dolgok, amiket érdemes rögzíteni, és nem mások éljenek az én tollaimmal, hát ezért nyomtatásba, akkor hivatkozhatnak rá. Tereske templomát kiadtam. 10 év múlva, hát elfogyott a könyv, és kellett volna. Újra ki akartam adni, és rájöttem arra, hogy Istenem, mennyi mindent nem tudtam 10 évvel ezelőtt, és 10 év után ez egy javított kiadás. Ha újra ki kellene adnom, azóta tudom, hogy még mi mindent kellene benne javítanom, módosítanom. Javított, módosított kiadás. És a Szentírás, a Biblia az a könyv, aminél nem kell javított, módosított kiadást csinálni, legfeljebb a mai nyelven kell elmondani, mert vannak bizonyos fogalmak, amiket 100 évvel ezelőtt másképpen fejeztek ki, és a mai ember nem értené. Ugye? Vincellér, ugye? Vagy ugye, amit ma gondnoknak hívunk, ott másképp van most, hát nem kutatok az emlékeimben, de hát a 200 évvel ezelőtti szentírási szöveg, ha, ugye, amit nagy előszeretettel használ minden szekta Amerikában van, 450 féle keresztény szekta, de lehet, hogy 500, mert a dolog pénzre megy, mert ezek a vallás alapítók, ezek ebből akarnak megélni, és ők a magyar szövegekből egyedül csak a Károli Bibliát használják, mert 500 évvel ezelőtt a protestantizmus, ugye, a Károli féle Bibliát fogadta el magyar földön, Luther fordította le a Bibliát német nyelvre, ő a német prózai nyelvnek a megalkotója, mint ahogy nálunk, hát a Károli féle Biblia, bár a Károli féle Bibliának, azt nem mind a Károli fordította le, hanem például egy évszázaddal korábban, Mátyás király korában, a Jánoshegy és a Hárshegy között van a Báthori barlang. Ott élt Báthori László, a pálos szerzetes remete, aki a Szentírásnak egy jó részét lefordította magyarra. Károly Gáspár ezt is felhasználta, tehát mások fordításait is felhasználta, tehát a Károly Biblia csupán az a különbsége a Luther-féle fordításnak, élő nyelvre való áttételének és a Károly Bibliának. Luther Márton 500 évvel ezelőtt megtagadta az egyház apostoliságát, az egyház tanítóhivatalát, és azt mondta, hogy minden embert a Szentlélek irányítja, és minden ember megérti a Szentírást. És így minden ember úgy magyarázza, hogy neki tetszik. Az Anya Szent Egyház az apostoliságát ezzel is őrzi, hogy nem lehet a Szentírást akárhogy magyarázni. Ugye? Ők imádkozzák ugyan, hiszek az apostoli Anya Szent Egyházban, csak nem hiszik és nem gyakorolják. Ezzel nem akarok bántani senkit, csak hogy értsük a dolgokat, és a hit évét folytatva
szeretném, ha az én hallgatóim a hitbeli bizonyosságukban, ezért kell katolikus kiadás, szentírást kapni, az első magyarra Kálbi féle, és a Kálbi féle szentírást legutóbb, ezzel most meglepett valaki ajándékba adott, a 2011-ben kiadottam a Szent Jolomos Magyar Biblia Társulat Szent István kiadása, ugye Erdő Péter bíborosnak az aláírásával, ugye, tehát a katolikus kiadású szentírás, ahol ott vannak a magyarázatok, hogy ezt vagy azt, hogyan kell érteni. Mert hát ugye, ami a szentírásban le van írva, az újszövetségi szentírásban, az 2000 éves szöveg. A 2000 évvel ezelőtti emberek logikájához mérten, tehát ezt a mai ember nem magyarázhatja a maga kedve szerint. Éppen a minap vitatkoztam valakivel, aki nagy katolikus, aki tartja a vallását, na de ezt ő így érti. Tehát, ahogy neki kényelmes. Tehát ő, hát ugye vasárnap nem mehet szentmisére, de ezt az jó Isten is megérti. Isten is megérti. Mert hát ebben a mai világban sok minden nem lehet úgy, ahogy tanítottad atya a hittamban 60 évvel ezelőtt. Igen, nagyszerűek voltak azok a hittanórák, mondta, és el nem felejtem őket, de hát ugye az volt, hát annyi minden másképpen van, ugye? És nem rajtam múlik sok minden, hogy a lányom, vagy az unokám, vagy igen. Mert ebben a mai világ. Hát szóval a tanítóhivatal, tehát ami az időben és a térben történik, és itt találkozik a hitéve a múzeummal, mert egy múzeumot sem lehet látogatni. A történelmi idők részei nélkül, és az, hogy én egy 1000 éves egyházmegyének a gyűjteményét őrzöm, és ha a mai ember hallja, hogy hát milyen érdekes, tényleg Szent István 1000 karácsonyán koronáztatta meg magát, milyen érdekes egybeesés. Nem egybeesés. Az a középkor világ egy hívő világ volt, és bizonyos dolgokkal megvártak bizonyos napokat, bizonyos nagy eseményekkel, az élet fordulóival, vagy ha az nem kötődött ünnephez, akkor a saját életében az ünnep maradt. De amit hát most Ferenc pápa, aki sokak számára nagyszerű, kétségtelenül, ahogy az Osservatore Romano adventi, egyik adventi számában, december 10-i számában, heti összefoglalójában van egy cikk, a csendes forradalom az egyházban 16. Benedek és Ferenc pápa között. Igen. És Ferenc pápa arról beszélt most új évkor, hogy tudjátok, hogy mikor vagytok megkeresztelve. Mert a születésnapot igen, ezt tartja mindenki. Pedig nem a születésnap a lényeges. A születésnapnak a folytatás az, hogy majd leszúrnak egy fejfát, egy keresztfát, született ekkor meg ekkor, és meghalt, ekkor meg ekkor. A decemberi vigiliának a vezér cikkében Lukács László, piarista professzor úr, a vezér cikkben ez, két dátum van, ami mindenkinek a sajátja, amit nem oszthat meg senkivel. A születésnapja és a halálának a napja. Igen, ez kerül a fejfára. De Isten bennünket megváltott, és az örökké valóságra,
a keresztségünkkor születtünk meg. Tehát az, hogy megszülettem, az állatok is megszületnek, bocsássatok meg a hasonlatért. De hogy érdemes-e élnem? Érdemes-e csak egy percet is élnem? Ez azon múlik, hogy Isten gyermekeként élem. Igaz, hogy gyermekhalandóság ma már nincs. Még a 30-as években a halottak anyakönyvében olyan blanketták, olyan nyomtatványok voltak, hogy egy oldalon 14 bejegyzést lehetett csinálni. És a 30-as évek első felében még a halottak anyakönyvében a 14-ből általában 6, néha 7 halott csecsemő volt. Életképtelen, koraszülött. Ma ilyen nincs. Nincs gyermekparcella. Nincs rá szükség. És ha egy gyermek meghal, akkor tele van a sajtó vele. A médiák akkor tele vannak, hogy meghalt egy csecsemő. Hát mindenkinek meg kell halnia. Kérdés, meg lett-e keresztelve? Érdemes volt-e neki megszületnie? Mert a keresztelés az Isten gyermekségünknek a születésnapja, ott kezdtünk el élni. Istenki az időnek határát kimérted, énekeltük a szilveszteri énekben. És az éveknek a múlása, lehet, hogy valaki öregkort él meg, de amit nem Isten kegyelmében élt meg, az fucsba ment. És ha ki tudnám számítani magam is, hogy a kegyelem állapotában hány évet éltem meg, lehet, hogy valaki nagyon öreg ember, de lényegében az Isten mérlegén lehet, hogy élt 3 évet, 4 évet, 5 évet. Elvégezte a húsvéti gyónást, azt is évtizedeken át nem végezte el, aztán halálos ágyán talán még kapott föloldozást, de a házasság kötésétől a halálos ágyáig nem volt soha a kegyelem állapotába. Mert egy óráig se bírta ki káromkodás nélkül. Mint ahogy ez a magyar nyelvhez hozzátartozik. A trágárság. A misemulasztás, a tudatos megszentségtelenítése az Úrnapjának. Isten parancsainak a meg nem tartása. Szóval az idő, tehát ha ma, amit ma mondok, ennek ezt a címet adhatnám, az idő felelőssége. Tehát Mózes találkozott az örökkévalóval, és az örökkévaló sugalmazásából megírta az 5 könyvét, ami kezdődik a teremtés történetével, és ott megjelenik az időben a tér, és lőn reggel és este, első nap, és második nap, és 6. nap, és 7. nap az Isten megpihent, és ezt a napot az ember számára is pihenő napnak kívánja az Isten. Az első embernek elég volt egy parancsot adni, de miután engedetlen lett, és Isten vízözönnel büntette, aztán újra szövetséget köt az emberrel, és akkor már 10 parancsot adott az embernek. Ugye a jó gyereknek elég egyszer mondani, és az engedelmeskedik. Isten is csak ennyit kíván az embertől, engedelmességet. Istenem, édesanyám is hányszor mondta, hogy kisfiam, még hányszor mondjam neked? Már 5-ször elmondtam. 6-szor is elmondjam? Hát ezért kellett, hogy Isten az embernek, az engedetlen embernek 10 parancsot adjon. És a 10 parancsolatból 7
a negyediktől a tizedikig, az embernek az emberrel szembeni kapcsolatban veli viselkedése van megfogalmazva, aminek a tekintélyét az első három parancsolat adja, az Istennel való kapcsolatunk. És enélkül, a tíz parancsolat nélkül soha az életben nem lesz rend itt a földön, nem lesz békesség itt a földön, a társadalom problémái nem fognak megoldódni a földön. Manapság, ha valami probléma van, és nem kis problémák, csak az anyját gyilkolta meg, de majd a pszichológusok megoldják. És a sokkos embereket most a pszichológus majd átsegít a nehézségeken. A pszichológusok soha nem fogják megoldani, amíg az ember újra meg nem tanulja, és meg nem tartja a tíz parancsolatot. Tehát lőn este meg reggel, hét nap, de milyen érdekes az, hogy az a nyelv, amiben Mózes ezt leírta, ez is egy halott nyelv, a héber nyelv, amit aztán átültettek Krisztus előtt 200 évvel az alexandriai iskolában a bölcs rabbik görög nyelvre. Ez is egy halott nyelv, amit aztán a IV. Században Szent Jeromos átültetett a latin nyelvre, ez a Vulgáta fordítás, ez is egy halott nyelv, tehát nem változik. A 1600 évvel ezelőtti latin nyelv ugyanolyan, mint a 2014-i latin nyelv. És éppen ezért a latin meg a görög, ha egy új szentírás fordítás készül, a szentírás fordító tudósoknak mindig vissza kell nyúlniuk a héber, a görög, a latin gyökerekhez. Az hogyan fejeződött ki ott? És ezt kell a modern nyelvre átültetni. De változtatás nélkül, nem egyéni ötlet szerint, ahogy ez nekem tetszik, ahogy ez nekem kényelmes vagy kellemes szóval. És érdekes, ugye, az ókori héber nyelv, ott nem voltak magánhangzók, csak mással hangzók. Tehát a Jahve, tulajdonképpen egy Jamel, egy Het, tehát két betű van leírva. Két betű. És ez alá írtak később a mazorétáknak nevezett rabbik jeleket. Az A betű helyett, A hangzó helyett egy ilyen T alakot, az E hangzó helyett egy hárompontos jelet, a szegolt, és így aztán már az újkori hébert a mai zsidó gyerek könnyebben meg tudja tanulni, mert azért volt még Krisztus korában az írás tudás olyan nagy értékű, mert szinte kívülről kellett tudni a szöveg összefüggésből a szövegnek az olvashatóságát. Nos, hát nem akarok én erről most itt beszélni, nem ez a gondolatom, amit át akarok adni, hanem az Ószövetség zsidó nép az örökké valót tiszteli, imádja, és az imádságai a zsoltárokban ránk maradtak, és ahogy a Faulhaber bíboros, aki a német nemzeti szocializmusnak a nagy ellenségként, de Hitler nem mert hozzányúlni, aki hát ugye a végeredmény aztán, amikor a nemzeti szocializmus már háborúba döntötte Európát, akkor Faulhaber már nem is él, addigra meghal. De a zsidók védelmébe, ugye ma nagyon sok szó esik mindig a holokausztról, Faulhaber bíboros volt az egyik, ugye éppen a németeknél, a nemzeti szocialista németeknél, aki keményen szószékről
ítélt el, bírált el őket, mint ahogy 36-ban 11. Pius pápa, az első pápai körlevél, amit nem latinul adtak ki, hanem németül, mint Brennender Sorge, így kezdődik ez az enciklika, a német nemzeti szocializmus ellen, ugye? Amit 12. Pius pápa fogalmazott meg, aki pápasága, illetve papsága elejétől hosszú éveken át Németországban nunciusként működött, és a német nyelvet hát anyanyelvi szinten bírta. Ennek az enciklikának 14. Pius gondolata szerint ő volt a megfogalmazója, akit ugyancsak szídnak, hogy hagyta a zsidóságot kivégeztetni. Nem beszélve arról, hogy hány ezernek a megmentését ő személyesen biztosította, és éppen Rómának az akkori főrabbia, túlélve a második világháborút, megkeresztelkedett, és keresztnévként a Jenő nevet kérte Pacelli Jenőre, emlékezve 12. Piusra, akinek ő is köszönhette, hogy túlélte a nemzeti szocialista gyűlölködést. Na, de erről nem esik szó, ugye. Na, de nem is ezt akartam, a zsoltárok. És a zsoltárok, ezek a, ugye, Dávid király, meg Salomon által fogalmazott verses imádságok, csak Faulhaber Bíborst említettem, mert őtőle maradt ránk az az idézet, hogy amikor az ószövetségi hárfáknak a húrja elpattant a zsoltár éneklésben, amikor Jeruzsálem elpusztul, Krisztus után 70-ben Títus seregei lerombolják, megszűnik az ószövetség, és elkezdődik az új szövetség a megváltóval, akkor az egyház átveszi, magáévá teszi a 150 zsoltárt, és ami papi kötelező imádságunk napról napra, a zsoltárokra épül. Hát a 103. zsoltár, amit egy-egy héten, szombati napon szoktunk imádkozni, ez úgy kedves számomra, ahol a teremtett világnak az embere, az időben élő és a térben élő ember kezdi mérni az időt. És az idő mérésére mit használt fel a teremtett világot? Rádöbben arra, hogy van egy égi test, amelyik növekszik, este meg reggel, 14 este meg reggel növekszik, aztán teljes lesz, és aztán 14 napig fogy. És ez a hold hónap, az egyik mértékegysége. Évszázadokon, évezredeken át az embereknek hold hónap, hold év. Aztán megfigyeli a napot, amíg fölkél, és fut a pályáján, mint ahogy hát Haydn-nak a teremtés oratóriumában van leírva, mint egy tüzes vőlegény fut a pályáján és lenyugszik. És ebből születik egy imádság, a 103. zsoltár, hosszú zsoltár, amelyikből kiolvasok 3 verset. Holdat készítettél, hogy mérje az időt, nyugtának idejét jól tudja a nap. Kibocsátod az árnyakat, leszáll az éj, benne az erdő vadjai zsákmány után osonnak, aztán újra fölkél a nap, igen, sajnos
még a saját írásomat se tudom olvasni, annyira szürkén látok. Ugye, tehát a vadak éjszaka osonnak a zsákmányukért, az ennivalóért, és amikor a nap fölkél, akkor visszatérnek a vacskaikhoz, az ember pedig fölkelve újra kezdi a munkáját. Tehát reggel és este. És milyen érdekes, az ókori zsidó nyelvben ennek a kifejezésére, hogy nap, ezt kifejezi ez a szó, hogy jóm. Jóm hakipúrim meg. Hát, hogy ezeket a zsidó ünnepeket, ezt ugye ezt naptárban is olvashatjuk. A hosszú napot, a karácsony előtt, a fénynek a napját, ami a makabeusi háborúk idején, mikor ugye Antiochus Epifánest, Makabeus Júdás legyőzi, és újra szentelik a romokban heverő zsidó templomot, ezt ünneplik a hétágú gyertyatartó gyújtva, ugye ez a mi adventünk idejére esik, nagyon érdekes, ez is arra az időre esik, amikor mindig hosszabbak lesznek a napok, illetve elérkezünk az időváltás idejéhez, ami érdekes, hogy pont Stalinnak is a születésnapja, december 21-e, amikor már a sötétség megszűnik, és a nappalok hosszabbodnak. Hát ugye a fény, a jóm, ez a zsidó szó, hogy jóm, ez nem csak a 24 órás napot jelenti, ez évet is jelent, korszakot is jelent. Tehát a hétnapos teremtés történet, ez nem 7x24 óra, ez 7 korszak. Tehát nem 24 órás napot jelent. Tehát tulajdonképpen, amikor az okoskodó ember, hogy lehet az, hogy 6x24 óra teremtette Isten a világot? Hát nem 6x24. A jóm szó az nem 24 órás napot jelent. Egy időszakot jelent, egy korszakot jelent a zsidó nyelvben. Nos hát, de nem az ostobákkal akarok most vitatkozni, hanem milyen érdekes, hogy az írásnak az igazsága, ha azt értelemmel, tudománnyal olvas az ember, igen. Tehát holt hónap, holt év. És aztán megfigyelték azt, hogy a nap járása érdekes. Van tavaszi napé egyenlőség, van nyári napé egyenlőség, van őszi napé egyenlőség, és van téli napé egyenlőség. És ez a négyszeres érdekes találkozás, ez aztán mindig megismétlődik. És rádöbbentek, hogy egy év, az 365 nap. És van az ókori népeknek időszámítása, van egy héber időszámítás, egy elképzelt kezdet után, van egy kínai időszámítás, van egy indus időszámítás, de ezekkel most ne gondoljunk, de van egy, amit Julianus naptárnak hívunk, a Julián naptár, hát ugye Julius Cézár, most már az időszámításunk előtt 45 évvel, tehát Krisztus előtt 45, január 1-én azt mondta, hogy mostantól számítjuk az időt, előtte és utána. És a kereszténység ezt átvette, egy fél évszázad múlva, tehát ez 45 évvel Krisztus születése előtt volt, hogy Julius Cézár a római időszámítást bevezette, és mi pedig azt mondjuk Krisztus előtt, 45-tel, és Krisztus után. Aztán jött a bolsevik istentagadás, és akkor a nagyokosok mondták, I-E és I-U, időszámítás előtt, időszámítás után. Csak ki nem mondjuk, hogy Krisztus.
Ugye? Hát ez az ateista időnek a fafejűsége, tehát időszámítás előtt, időszámítás után, Julius Cézár, a Julianus naptár. De milyen érdekes, a kereszténység igaz ugyan, hogy a keresztények az időszámítást a megváltottságtól számították. És pedig lenn a megváltottság Krisztus kereszthalála, illetve föltámadása. És Szent Irénéusz, egyháztanító, aki Szent Polikárpnak volt a tanítványa, Szent Polikárp pedig még Szent János apostolnak, Krisztus apostolának, az egyik legelső apostolának volt a tanítványa, az öreg Polikárp. És az öreg Polikárppal személyesen találkozott, és tanítványa volt Irénéusz a második század elején, ugye Szent János apostol az első század végéig él, nem tudjuk pontosan a halálát, nem volt még anyakönyvezés, de ő a század végén hal meg, túlélve a vértanúságot, a forró olajat. Polikárp pedig tőle tanul, Polikárp pedig Irénéusz tanul. És Irénéusz már az egyházatyák között van, ő már keresztényként születik, és az egyik egyháztanító a második század közepén már a keresztények az Úrnapját nem szombaton, sabbát, a nyugalom napja, hanem vasárnap ünneplik, Irénéusztól kezdve, mert a mi Urunk vasárnap támadt fel halottaiból, és hiába lett volna nagy péntek, erről beszéltem a múltkor, hiába halt volna meg Krisztus, ha nem bizonyítja azt, hogy az ő megváltó halála, az tényleg megváltó halál, és ezt a föltámadásával bizonyította be. És amikor Péter az első predikációját mondja, akkor a föltámadt Krisztusról tesz tanúságot. És a kereszténység ezért a húsvétot és az Úrnapját, a harmadik parancsolatot ebben fogalmazza meg, hogy az Úrnapját megszentelni, mi vasárnap szenteljük meg, nem szombaton, mert ekkor támad fel az Úr, és hogy mi megváltottak vagyunk, hogy mi az Isten gyermekei lehetünk a vasárnap. Hát, hogy még vannak jehoviták, meg vannak szombatosok, hát Isten bocsássa meg nekik, azt hiszik, hogy most föltalálták a spanyol viaszkot, hiszen az első századtól kezdve a kereszténység, első század végétől már Irénéusz leírja ezt, hogy vasárnapot szenteljük meg, mert Jézus vasárnap támadt föl, húsvét vasárnap. Tehát azóta a szent idő, és ez a 365 nap, igen, tehát a keresztények ezt megünneplik. És nem csak a húsvétot ünneplik hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, hanem lassan a többi ünnepek is kialakulnak. És amikor 1700 évvel ezelőtt, az idén 1700 éve, Nagy Konstantin kiadja a milánói rendeletet, és a római birodalom nyugati részében, keleten még évtizedeken át tart a keresztény üldözés, de a nyugat-római birodalomban a keresztény üldözés hivatalosan megszűnik, 313-ban, a Milvízi csatánál, nos hát akkor csata után a jelben fogsz győzni, látja a pogány Nagy Konstantin, akinek az édesanyja Ilona már keresztény, és aztán Nagy Konstantin is megkeresztelkedik a végén, ugye, hát Konstantin kiadja a milánói rendeletet. És akkor van az efezusi zsinat, 325, és a níciai zsinaton 431-ben, a következő században, akkor hát
már probléma, és fölvetődik, hogy baj van. Mert a Szentírás alapján a tavaszi napi egyenlőséget követő, hol tölte utáni vasárnap a húsvét? Az Ószövetség így számolta ki mindig a Páska ünnepét. És a kereszténység is ezt átveszi, ezt a számítást. Igen ám, de a tavaszi napi egyenlőséget követő hol tölte, ott elcsúszások vannak, és ez problémát jelent. És már 431-ben fölötlik, hogy egy naptárreform kellene. De ez olyan komplikált, hiszen a csillagászat még gyerekcipőbe se jár, még bölcsődéskorban van, évszázadok telnek el. Érdekes az, hogy Béda Venerabilis, ez is egy egyháztanító, 760 körül. Tehát még a magyarok le se telepedtek ezen a részen. Béda Venerabilis, aki hát Nyugat-Európában ugye egyháztanító, hát ő 760 körül is követeli azt, hogy már lássanak hozzá egy naptárreformhoz. A probléma húzódik, mert a számítások lehetetlensége miatt. Zsinatok 13. századtól kezdve minden évszázadban, néha évtizedenként követelik a pápától, zsinatokon megnyilatkoznak, hogy ezt meg kell oldani. És akkor születik egy lengyel fiúcska, akit Miklósnak keresztelnek, Nikolaj Kopernikus, és pedig len, hát ugye ez a Kopernikus Miklóska megszületik 1473. február 19-én. Egy hallatlanul tehetséges gyerek, először Lengyelországban tanul, kereskedő az apja, tehát abban az időben is, hogy lesz a kereskedőknek azért volt lehetőség gyermekük tanítatására, hanem külföldre kerül, az olasz egyetemeken jár, orvosdoktor, filozófus, csillagász, matematikus. 1507-ben tér vissza Lengyelországba. És 1507-ben már megfogalmazta az ő elképzelését, amivel a Ptolemaioszi elképzelést, ami botrányt jelentett, mert nem tudják pontosan kiszámítani a húsvétot, mert még nincs csillagászat, de végre van egy Kopernikus, aki megfogalmazza, megmeri fogalmazni, hogy nem a Föld áll és a nap forog, hanem a nap áll és a bolygók mozognak. Megfogalmazza, de nem meri kimondani. Mert ugyanakkor az egész akkori, addigi fölfogást ez megzavar, mert mindenki látja, hogy a nap föl kell és lenyugszik. És most ezzel szemben azt állítani, hogy nem, a Föld forog, igen, és ezt Kopernikus már kidolgozza, de nem meri publikálni. Megfogalmazza. És Galilei 100 év múlva még, igen, még az egyházi bíróság is elítéli, mert ugyanakkor, amikor tudós papok, lényegében Kopernikus az ő elképzelését és az ő tanulmányát aztán lemeri írni évtizedek múlva, de revolutionibus orbium celestium, az égi világnak a forradalma, tehát így lehetne a revolúciót lefordítani. Ez a címe, aminek a fogalmazványát már 1507-ben ő megfogalmazza, nem meri publikálni. Ebben az évszázadban
10 év múlva kezdődik a protestantizmus 1517-ben. A protestantizmus gyógyítására a tridenti zsinat, és a tridenti zsinatnak, a trentói zsinatnak a végrehajtásában az egyik, hát, pápa, aki 1534 és 49 között uralkodik, az ő kezébe kerül Kopernikusnak az elképzelése. A ptolemaiusi elképzeléssel szemben a naprendszernek az általa képzelt leírása. Ő pontos számításokat azonban nem tud még csinálni, és éppen ezért ő nem meri nyilvánossá tenni az ő elképzelését, mert az ő számításai sem stimmelnek. Van eltolódás, amit ő fölfedez, de nem tudja még kiszámítani az eltérést. Aztán végül is, és ez is még a 16. században, 13. Gergely pápa. Itt nálunk Vácon még Báthori Miklós a püspök, aki 1506-ban hal meg. 1502-ben születik Bolognában, ahol Báthori Miklós is tanult, Bolognában születik egy kisfiú, akiből aztán püspök lesz, aki viszont a trentói zsinat, a tridenti zsinat idejében lemond a püspökségéről, és inkább a zsinat szolgálatában áll, és a tridenti zsinatnak a megfogalmazását, az részben az az ő munkája, és azután, hát ebből a lemondott püspökből, a püspökséget azért nem lehet senkiről levakarni, mint a papságot se, ő belőle lett 13. Gergely pápa 1572-ben. Rövid ideig uralkodik, 1572. május 13-ától 1585-ig, tehát mindössze 13 év. És hát ugye 85-ben, amikor meghal, akkor már 83 éves. Ez abban az időben matuzsálemi kor, hiszen abban az időben 50 év körül már az emberek öreg embernek számítanak, meghalnak, úgyhogy 83 évet él. És ennek az öreg embernek adódik a lehetősége, hogy ő a Julián naptárt megváltoztatja. És a Gergely naptár elkezdődik 1582. február 24-én. Kiadja az enciklikáját, ugye az enciklikának a pápai, ugye, hivatalos iratoknak mindig a kezdő szavaival jelöljük az enciklikát. Hát ugye az ő enciklikája, ugye az egy inter gravissimis temporis, hát a nehéz időkben, tehát nehéz idők, roppant nehéz körülmények. Tulajdonképpen a magyar történelemben ezt a pápát kellene tanítani. Megdöbbentő, hogy a rövid pápasága idején, ugye közben a török megszállás, török uralom, ugye Európa népeiről és Magyarországon hány püspöknek a kinevezését ő eszközli. Az, hogy Európának legyenek képzett teológusai, akikből képzett püspökök lehetnek. Ez az ő idejében létesül, megalapítják először a Collegium Germanicumot, de kiderül az, hogy olyan kevés a növendék, hogy a kollégiumot nem lehet fönntartani, de egy évvel később az ő segítségével megalakul a Collegium Hungaricum,
mert Magyarországon a mohácsi vészben, és ez az ő püspöksége idején van, még nem a pápasága idején, két érsek és hat püspök hal meg, és hat egyházmegyében, illetve a Magyarország egyházmegyében megszűnnek a papnevelés, megszűnik, és hogy legyen papi utánpótlás, ezért Rómában az ő pápaság alatt alapítanak egy teológiai kollégiumot, a Collegium Hungaricumot, de annak is csak egy növendéke van, mert a felvidéki magyarságból nem tudnak többet kiküldeni, és hogy föl lehessen tartani a kollégiumot, a két kollégiumot egyesíti, ami ma is fennáll még, Collegium Germanicum Hungaricum, ma is Európának a legmagasabb rendű teológiai fakultása, a Szent Gergely Egyetemmel, ez is róla van elnevezve. Egyáltalán, hogy nekünk van Pázmány Péterünk, hogy nekünk voltak altányaink, hogy nekünk van Migadzink, nekünk volt Eszterházink, nekünk volt Forgácsunk, ezek mind ott nevelődtek. Hogy Magyarország a török nyomorúság után olyan püspököket kapott, és újra élethetett. Amikor a török kiverése után Dvornikovics püspök 1700-ban azt jelenti az eszterházi érseknek, hogy a Váci egyházmegye területén van 13 000 katolikus, élő katolikus. 13 000. A mai Vácon van 30-valamennyi ezer lakos. Tehát az a hatalmas egyházmegye a Börzsönytől le Pusztamérgesig, Szeged külvárosáig, Tápéig, ezen van 13 000 ember, katolikus ember. És Dvornikovics azt írja az esztergomi érseknek a jelentésében, hogy Vácott talán 20 katolikus család van. 20. Ugye? Ebből életünk újjá török után. Éppen ezek által, a püspökök által, akik ott nevelődtek, ami 13. Gergely alapított és gondoskodott, hogy ez a világ, ez a mi világunk ne maradjon pásztorok nélkül. 13. Gergely. Ennek a pápának a nevét meg kellene jegyezni. Ezt se tudják a magyar gyerekek, ugyanúgy, mint 11. Ince pápáit se, amelyiknek a szobra az egyedül éppen maradt szobor. Most ugye a Hilton szálló előtt teret a Hess András térnek hívják, 36-ban azt Ince pápa térnek nevezték, mert ott áll ez a bronzszobor. Én másodikos gimnazistaként voltam ott a szoboravatásán. Ez az egy szobor, mert a hadik szobrot is ledöntötte a II. Világháború. A szabadságtéri szobor is megsérült a várban. Ez a szobor csak a háta közepén kapott egy puskalövést. És a romok között ez a szobor éppen maradt. 11. Incének köszönhetjük, hogy a törököt ki tudták verni Budáról és Magyarországról. Nos hát, szóval vannak nevek, vannak dolgok, amiket a magyar történelme együtt, és ez már múzeumi téma is, történelmi téma, amit mindenkinek illene tudni nekünk, akik térben és időben élünk. Hát szóval, igen. És hát a Gergely naptár érdekes, amit 82-ben Gergely pápa bevezet, februárban elrendel, de októberben vezetik be, és akkor a csillagászok már ki tudták számítani, hogy egyenesbe legyenek a napjárásával, tehát a trópusi év és a csillagászat év egybeesik, és a időszámításunk, hát azt kellett csinálni, hogy 1582. október 5-e után október 14-e következett. Tehát 10 nap kimaradt a naptárból 1582-ben. És attól kezdve csak annyi korrekcióra van szükség, hogy 4 évenként
mert a napjárása azért nem alkalmazkodik egészen a mi csillagászati időszámításunkhoz, illetve a csillagász időszámítás. 4 évente van egy szökő év, olyankor a február nem 28 napos, hanem 29 napos. Hát, akik pont február 29-én születtek egy szökő évben, azok porul járnak, mert minden 4. évben van születésnapi tortájuk. Ugye? De ez is érdekes, hogy még ez sem pontos, ez a számítás sem, azóta már jól tudjuk, hogy hát kiszámították már akkor, hogy érdekes, hogy az évszázadok kezdete az mindig hát olyan év lesz, 1700, 1800, 1900, hogy bár 4-jel osztható, de mégsem lesz szökő év, de 2000-ben, ami ma hátunk mögött van, 14 évvel, akkor volt szökő év, 2000-ben. Ellenben ez az eltolódás, ez olyan minimális, hogy lesz egy nap a napoknak a milliomod részéből, a 24 órák milliomod részéből tevődik ez össze, hogy lesz majd egy nap, amit ki kell hagyni a naptárból, tehát lesz egy szökő nap, és ez a számítás szerint magamtól nem, ezt föl kellett jegyeznem, ezt is, igen, hol is van ez, igen. Nagyon jó. 4902-ben lesz. 4902-ben. Hát aki ezt megéri, ugye, az számítson arra, hogy akkor lesz a naptárban egy olyan nap, amit ki kell húzni, ugye, mert a csillagászat év és a Gergely naptár ezt kívánja. Tehát a Gergely naptárt azóta a népek átvették. Érdekes az, hogy a monarchia az azonnal átvette, de nem minden nép, például a Balkán népei, Románia, Szerbia, Bulgária, azok csak 1918-ban, illetve Románia vették át, talán Bulgária csak 24-ben vette át, Oroszország még ma se vette át. Ott még a Julián naptár van, tehát a keleti kereszténységnek ezért van egy hét eltérése a karácsony megünneplésénél vegyebek. Tehát ez is egy szándéka a keresztény egységnek, hogy a Gergely naptárt most már a zsidók is ezt használják, a kínaiak is ezt használják, többi népek is, közben megjegyzik a magukét is, de a mindennapi életben, ha dátumot írnak, akkor a Gergely naptár számítását veszük alapul. Hát ez a polgári év, de ez olyan rettenetes, hogy igen, az idő ennyire múlik. Tudnilik, most érkeztem el ahhoz, amiről én beszélni akarok, az igen, igen, igen. Egyházi év, amelyikben van évnegyed, ott megemlékezünk, de most már a második Vatikán zsinatóta nem, mert ez a bolond hajszolt világ, ez már, ugye, a magyar nép pedig érdekes, hogy a latin szavakat magyarosította hangzás szerint. Például ismeritek ezt a szót? A kalendáriumot Csíziós könyvnek is nevezik. Csíziós könyv. Honnan van ez a szó? Hát úgy, hogy a kalendárium, a Gergely naptár neve, a kalendás, ez is egy görög eredetű latin szó, ez kezdődik január 1-ével. És január 1-e, karácsony 8. napja,
Circumcízió Domini Nostri Jézu Kriszti, ami Urunk Jézus Krisztus körülmetélésének a napja. A zsidó névadásnak a napja, születés után 8. nap, circumcízió. Tehát a circumcízió, ez nehéz volt a magyarnak kimondani, csinál bele cíziót. Ez a cízió. Vagy ilyen quator temporum, évnegyed, tavaszi, nyári, őszi, téli. Quator temporum, quator, hát ugye leírni is, q-val, u-val, ilyen latin szó, de ez, hogy kántor, hát ez a kántorbőt. Négy kántorbőt, az öregek talán még emlékeznek rá, a fiatalok már se tudják, hogy ilyen is volt, ez az évnegyedes bőt, ami ugye nagybőtre esett, nyár elejére esett, őszre esett, és adventre esett a negyedik, a quator temporum, a kántorbőt. Hát ugye az egyházi év, és hadd idézek most a negyedik századból Chrysologus melléknevet kapta, arany nem szájú, aranybeszédű Szent Péter, aki Ravennának volt a püspöke. Harmadik Sixtus pápa szentelt őt püspökké. Ez az az idő, amikor a níciai zsinat is volt, akkor lett püspök, ez a Péter, Péter püspök, az aranyszavú Péter, a níciai zsinaton is részt vett, 180 predikációja maradt ránk, klasszikus beszédek, remek beszédek, hát retorikaként, tehát szónoklattanként tanították, ő főleg görögül beszélt, mert akkor a nyugat-római birodalomban is az elegáns nyelv a görög volt, általában mondatai két-három szóból tevődnek össze. Sajnos predikálni én nem rajta tanultam, mert akkor nem tartani ilyen hosszan a beszédem. Döbbenetesek a beszédei, olyan tömörek és olyan sokat mondóak, és az őt szentelő pápa, harmadik Sixtus, az a híres pápa, ugye a níciai zsinat, aminek a hitvallását vasárnaponként imádkozzuk, aki a Santa Maria Maggiore bazilikát építette, aki a lateráni keresztelőkápolnát építette, aki nem sokáig, ő is alig egy évtizedig volt, valamivel több, mint egy évtizedig volt pápa, hát ő szentelte püspökké ezt a diákonust, aki akkor, amikor a ravennaiak a meghalt püspökük helyett püspökért mentek Rómába a pápához, hogy jóvá hagyja azt, akit ők megválasztottak, és akkor éppen váratlanul egy püspök a diákonusával ugyancsak jelen volt, és a pápa előző éjszaka látomása volt, egy egészen éles álma, és hogy körülnézett, azt, akit ő látott álmában, és azt az intelmet, hogy ezt szentelje püspökké, fölfedezte, de nem a ravennaiak között, hanem attól függetlenül a püspök melletti diákónusnak az arca. És ezt szentelte püspökké, ebből lett az aranyszavú Péter ravennai püspök, akitől egy mondatot akarok idézni, ő ideillik, ugye, ez a mondat pedig így szól, a vízkereszti szentbeszédében. Ha az Isten fia értünk akart megszületni, nem akart előttünk ismeretlen maradni. Vagyis ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztust megismerni mindnyájunknak a kötelessége.
lényegében nem lehet kereszténynek lenni Krisztus ismerete nélkül. Ez ugye Kempis Tamás, középkori aszketikus írónak is a könyv címe, Imitáció Christi, Krisztus lemásolása. Magyarra így fordították, Krisztus követése. És lényegében az egyházi év nem akar más lenni, mint egy éven belül, illetve minden évben a keresztény ember élje át Krisztus földi életének 33 évét, vagyis az Isten fiak értünk emberré lett. Megtestesült és megváltott, ez a lényege Krisztus életének. Ezt minden évben át kell élnünk. És ezért, ez hol van leírva? Az Újszövetségi Szentírásban. Leírta a 4 evangelista, illetve leírta 3, Máté, Márk és Lukács, és amit ezek nem írtak le, az pótlólag leírta János. És éppen ezért a II. Vatikáni zsinat ezt lényegében a 6. században már Nagy Szent Gergely pápa, ez a nyugat-római birodalom összeomlása ideje, 6. század. 6. századtól kezdve minden vasárnapnak a Szent Leszkéje, apostoli levél és evangéliumi részlete meg van határozva. Az evangélikusok is, Luther Márton ezt megőrizte, még tartják. De a II. Vatikáni zsinat óta az egyház ezt kibővített, és 3 évente változnak most a vasárnapi olvasmányok, hogy minél többet megismerjünk, ahogy Máté írta le, ahogy Márk írta le, ahogy Lukács írta le. Hát az idén Máté az evangélista, most az idén A év van. És mindegyiknek megfelelően az Ószövetségi Szentírásból a prófétai jövendőlés, ami az evangéliumban megvalósult. Tehát az evangéliumnak megfelelő ószövetségi olvasmány az első olvasmány, és hogy hogyan lehet ezt megélni, azt az apostoli levél, a Szent Leszke foglalja össze számunkra. Tehát most minden vasárnap 3 olvasmány van, 3 évenként változva, és közbeiktatva a János evangélium. Tehát tulajdonképpen az egyházi év azt jelenti, hogy nekünk minden évben át kell élnünk a megtestesülést, hogy Isten fia értünk emberré lett, hogy számunkra példát adjon, példát adtam nektek, hogy ti is üdvözüljetek, emberré lett, hogy hogyan lehet Isten parancsolatait emberként megélni, ezt Jézus életéből lehet kiolvasni. Tehát nem úgy, ahogy nekem fekszik, ahogy nekem kényelmes, hanem ahogy Jézus erre példát adott nekünk. És ez megdönthetetlen. Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Jézus szava. Ez az Isten szava. Tehát nem a polgári 1895. október 1-én, amikor liberális magyar kormány Vekerle Sándorral az élén kimondta a polgári házasságot és a válás lehetőségét. És azóta romlanak a házasságok, most már eljutottunk oda, hogy hát a barátság is ugyanannyit ér, ugyanúgy lehet örökölni, mint polgári házassággal. Házasság szentség, nem kinek szentség, ugye a miniszterelnök, hogyha kiöregedett az asszony, el kell küldeni, de ez a csirkefogó, ez újra jelentkezhet a magyar ugye, platformon, ugye, és lehetnek őrültek, akik majd erre szavaznak, szavazhatnak rá, mert van szavazati joguk, hát ugye,
Szóval az erkölcsi érzék az meg elpusztult, nem majdnem más szót mondtam ki, elpusztult azért, mert a Szentírást úgy magyarázzák, ahogy akarják, ahogy nekik tetszik. Hát ezért kell szent időről beszélnünk, mert az idő felelősség, és az időről számot kell adnom, és mindenkinek számot kell adni. Ezért bátorkodtam, hát ne vegyétek ostobaságnak, nem emléket akarok hagyni, egy kis képet adok mindenkinek, csak azért, amit a másik oldalára ráírtam, ne gratuláljatok, mert az életévek nem emberi érdem, hogy hány évet él az ember. Minden Isten ajándéka, minden Isten kegyelme, és jaj nekünk mindnyájunknak, mert az idő felelősség, és az életünkről el kell számolnunk. Szent Pál ezért írja az egyik levelében, félve és rettegve munkáljátok üdvösségteket. Hát én nem rettegést akarok mondani, hát szóval, igen, szoktunk jót kívánni, kívánjunk egymásnak üdvösséges életet. Kívánjuk egymásnak azt, hogy nem hiába élünk, nem hiába foglalunk el itt egy kis teret a földön, végén nem marad több, mint amennyit ásnak, sőt már annyi sem, mert ilyen nagyon sokat szétszórnak, ugye, két hamv beszélget a temetés után, és azt mondja egyik a másik, jaj, de szétszórt vagyok. Hát ugye, most már szóró parcellák vannak, helyet se foglalunk el, de mégis időben éltünk, és a leélt időnkről számot kell adnunk, hogy Buber, a hitleri Németországot túlélő, aztán Svájcban élő, és ott meghalt tudós zsidó rabbi, aki azt mondta, hogy mert mindenkinek egyszer, akár hitt benne, akár tagadta, de egyszer találkoznia kell Istennel, és ott számot kell adni. Köszönöm a türelmeteket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen.